Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai megemlékezésen. Olyan eseményt idézünk fel ezen a napon, mely döntő fontosságú volt nemzetünk történetében, drámai hatással volt több millió magyar ember életére, mindennapjaira, jövőjére. Olyan nagyhatalmi döntések elszenvedőire emlékezünk, akiknek sorsa ezen történelmi esemény nyomán alapjaiban megváltozott, nemzedékekre megpecsételődött. Az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezárott trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondja: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Tisztelt tamásiak! A Nemzeti Összetartozás napja jó alkalom nemzetünk szorosabb összefogására. Múltunkra emlékezve éljünk a jelenben, és tekintsünk a jövőbe. A 21. század új kihívásokat állít elénk. Az új kérdésekre új válaszok kellenek, és tudnunk kell, hogy a bajban számíthatunk mi, magyarok egymásra. Éppen ezért mindennapi életünkben is azt kell keresnünk, ami összeköt, és nem az, ami elválaszt. Nem tudom pontosan, milyen formában tudnánk erre a napra úgy emlékezni, úgy magyarok maradni, a saját sorsunkat úgy a kezünkbe venni, hogy azt mások ne ellenségeskedésnek tekintsék. De azt látom és tudom, egyre többen vannak közöttünk olyanok, akikben ott van az a belső hang, hogy összetartozunk. És az elemi erővel képes megelevenedni és cselekvésre ösztönözni, amikor összefogásra van szükség. Hisz egy vérből valók vagyunk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta áldás, földhöz lapultunkban ingű csűhelyárás. Térdeplő helyben nem volt nyugvásunk, az Úr édes getésére jó szót sosem találtunk. Makacs vérben méreg, makacs szívben sólyom, egy megmérgezett sólyom.